2021. novemberének elején nyílt meg a lehetőség először arra, hogy a magyarok előzetes regisztráció nélkül kérjék a koronavírus elleni vakcinákat. Akkor rengetegen éltek a lehetőséggel, a kórházak előtt hosszú sorok kígyóztak, és az erre a célra kijelölt rendelőket is szép számmal keresték fel az emberek. Van, aki még gondolkodott, és ez vitte rá arra, hogy fölvegye az oltást, de van, aki nekem kerekperec kijelentette, hogy nem érdekli, ha a munkáját is elveszti, de ő nem veszi föl az oltást, ő nem lesz kísérleti nyúl, meg stb. Na most ezeknek ilyen betegnek tudnám üzenni, hogy megértem, hogy mindenki rémült, meg ez egy új dolog. A mi időnkben világjárvány nem nagyon volt. A spanyol nátha az első világháború végén szedte az áldozatait. Becsések szerint több embert vitt el, mint maga az első világháború. Aztán még az 50-es években, illetve a 60-as évek elején még a polió mielitis, tehát a gyermekbénulás, járványos gyermekbénulás az, ami pusztított. Azóta ilyen nincs, tehát ez egy új dolog. Én ezt megértem, hogy mindenki megvan ilyet, de arra kérem, hogy ne a Facebookon, vagy ne az ilyen mindenféle ilyen social médiába tájékozódjon, hanem a szakemberek véleményétre hallgasson és azt kérje ki. Én javaslom, nincs más lehetőség. Lehet védekezni, nálam is itt van az FFP2-es maszk, tehát amikor a betegeket vizsgálok, de egy biztos, a járvány az nem válogat. Az oltási akcióhetek után januárban csütörtökönként, péntekenként és szombatonként oltási akciónapokat is tartanak az egész országban. Ez azt jelenti, hogy a vakcina felvételéhez most sem kell majd regisztrálni, hanem elég egyszerűen megjelenni a kórházakban és a háziorvosi rendelőkben kijelölt oltópontokon a védettséget biztosító készítmények megkapásához. Ezt a területi közigazgatásért felelős államtitkár jelentette be néhány napja. Minden csütörtök délután, péntek délután és szombati napon újabb oltási akciót szervezünk. A központi oltóhelyeken, ez a kórházakat jelenti, és járásonként legalább egy szakrendelőben. Az a célunk, hogy az átoltottságot minél nagyobb mértékben növelni tudjuk, illetőleg a társadalom védettségét minél erősebbé tudjuk tenni az esetleges újabb hullám megelőzése érdekében. Csütörtökön és pénteken délután 2 és 6, szombatonként pedig délelőtt 10 és délután 6 óra között lehet oltást kérni. A központi oltópontokon továbbra is 5 vakcina közül lehet választani, és bárki kérhet ilyet, aki már elmúlt 12 éves, és legalább 4 hónap telt el az előző oltása után. Január minden hétvégéje, csütörtök, péntek, szombat, ti napok, oltási akciónapok lesznek, amikor az a lehetőség áll fönn, ami a korábbi oltási akció heteken, hogy mindenféle regisztráció nélkül be lehet jönni, és bármelyik hiányzó oltást föl lehet venni annak, aki most szánja rá magát. Mostanra már a szakértők egyetértenek abban, hogy a járvány legyőzésének egyetlen hatásos eszköze az oltás. A megfékezéshez viszont arra van szükség, hogy a lehető legtöbben vegyék fel a védettséghez szükséges vakcinákat. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondja, Tolna megye egyelőre a kevésbé fertőzött területek közé tartozik, de a vakcinák felvétele nélkül így is sokan vannak veszélyben. Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, napjainkban is történtek tragédiák a városban, amikről eléggé nagy számba tudnak az emberek, oltás nélkül történtek ezek a dolgok, és hát már nagyon sokszor, nagyon sok fórumon elmondtuk, hogy az oltás a megoldás, azt kérnénk szépen mindenki vegye igénybe. Az oltási akciónapok mellett hétfőn, kedden és szerdán továbbra is lehet regisztrációval vakcinát felvenni idehaza. Működik az EST-s regisztrációs felület, tehát gyakorlatilag teljesen folyamatos a védőoltásoknak a kiosztása. Bármelyik védőoltásra lehet regisztrálni, és ugye az oltási sor első-második oltására, a harmadik emlékeztető oltásra, a 12-18 év közöttiek most már 3 oltására, illetve a gyermekosztályunk munkatársai ugye december végétől már a 5-11 éves korosztályt is elkezdték védőoltásba részesíteni. Ezek mind foglalhatók a DST-nek az időpont foglaló felületén. Magyarországon eddig már közel 6,5 millióan vették fel valamelyik oltást.